Február 9-én indult el a híres Rescue Team a Magyar Református szeretett szolgálat égisze alatt Törökországban, ahol a földrengés mentési munkálatait segítették. Négy nappal később tértek haza a szakemberek, akiket a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren többek között a Kecskeméti Televízió is várta. A híres Rescue Team alapítója Trencsenyi Péter és alelnöke Ritzun Norbert most a vendégem. Mindez, mindez. Szervusztok! Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, hiszen ugye már azért jó pár éve nagyon jó barátságot ápolunk egymással. Nehéz lenne magában. Most sok percen keresztül, igen. úgyhogy akkor engedjétek meg a tegeződést. Peti, láttam rajtad a terminálban, hogy a könnyeiddel küzdesz, amikor megérkeztél. Igen, igen. Amikor dolgoztunk kint, ugye erre nem is volt idő, nem is volt lehetőség. Ha valaki egy picit rosszabb paszba volt, akkor segítettünk egymásnak, de egészen a terminálig ezt jól is viseltük. És ott volt az a pont, amikor a családtagok, a vendégek, a sajtóképviselői, a török egyetemisták magyar zászlóval, meg török zászlóval. Tehát az volt az a pont, amit már tehát ott már eltölt egy-kettő embernél a mécses. Igen. És hát egy rózsaszár is a kezedben volt, az igen. nekem nagyon tetszett, hogy még erre is külön figyeltél. Igen, igen, ugye. Igyekeztünk ugye egymásba ezt így motiválni egymást, hogy erre figyeljen mindenki, meg ugye vártuk, ugye egy kollégának nem tudott jönni hozzátartozója, de mi vele is foglalkoztunk addig, amíg többiek ott jól érezték magunkat. Norbi, amikor megérkeztetek terminálba, akkor ugye elkezdtünk beszélgetni, és volt egy mondatod, ami megragadt engem, azt mondtad, hogy tudtok úgy nézni, hogy ne lássatok. Mégis mi várt benneteket a helyszínen? Szörnyű állapotok. A gyakorlatilag ott minden megsemmisült, de szó szerint minden kőhalmokat találtunk, a mindenféle összetört torzóval, a torzon nem emberi torzót értek, hanem a villanyoszlopok, az autók, a, a hírlapárusok, az üzletek, minden, 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 egy ilyen iszonyatos pusztítás. Kifelé mi egymást is készítgettük, és én gondolatban is ö, Elképzeltem a, a híradások képei alapján, hogy mi fogott minket várni, annál sokkal-sokkal szörnyűbb volt. Ha jól tudom, akkor ti nem is találtatok túlélőket sajnos, mert későn értetek oda. De ö, szerencsére sikerült. Ti a kecskeméti alakulat? Így hát a csapat együttvéve, ugye azt tudni kell, hogy, hogy két részletben volt a csapat, az egyik része már kint volt, és mi az erősítés, illetve váltás lettünk volna, és még egészségi kontingensként is, ugye két orvossal, két mentőtisztelétvel, három mentőápolóval, plusz felszerelésekkel, de a kórházban már nem sikerült dolgoznunk, és az utolsó napig, az utolsó percig dolgoztunk a romokon, ahol a kutyák lesz, ugye négy kutyával voltunk kint, mind a négy kutya ugyanott jelzett, illetve a kórai kollégák még hangszonárral is megnézték, és mikor mi hazautaztunk, itthon kaptuk már a hírt, hogy ők tovább folytatták hogy az éjszaka munkálatokat, és hogy két élőt még sikerült kihúzni a jelzéseink alapján. Úgyhogy egy házaspárt, egy katonatisztet, illetve egy orvost sikerült még kihúznunk a romok alatt, így messziről is. Tehát akkor volt utóélete a ti munkátoknak, van, akkor ezek szerint... összességében öt túlélőt ö, sikerült ö, kiszednünk a romok alól. Hoztál magaddal egy követ, itt van az asztalon, most már azért beszélgetünk három perce, muszáj rá kérdezzek, hogy honnan van ez. Ez onnan van a, a tartományból az egyik épületből tehát így ekkor a darabokra is estek Voltak nagyobbak természetesen, de én azért hoztam el egy emléket. Én uh, erre figyeltem, hogy én nem sok fényképet készítettem, inkább ah, nem, volt rá idő. nem is volt rá idő, meg nekem a kutyával is foglalkozni kellett, de ezt az egy követ azért hoztam el, illetve megmaradt egy olyan emlék örökre, ami egy fényképpel sem ér föl. Mi volt a feladatotok? Hogyan történt maga a mentés? Akár mondjuk, hogyha egy, egy holtestet találtatok, vagy esetleg arra utaló jelet, hogy ott valaki lehet? úgy mozogtunk, kisebb csapatokra oszlottunk, és egyenlő erőket próbáltunk. Mindig volt egy kutya, a kutya a kísérője, egy tűzoltó, egy katona és egy egészségügyi személyzet. Ilyen négy ötfős csapatokat alkottunk, illetve egy tolmács, egy kinti tolmács segített még minket. A, felosztottuk a, a lakótömböt, vagy a az eldőlt házat részekre, és mindenki úgy, hogy rádió, folyamatos rádió kapcsolatban voltak a csapatok egymással, a, azt ő, át, vagy ő számára kijelölt területet vizsgálta át. A, ugye Peti ment, én Petivel dolgoztam a, együtt, miért rontanánk kereszt a több éves munkakapcsolatot, mi együtt voltunk, a, ő ment előre a mogyival, nyilván, a, én voltam a biztosítójuk hátulról, nálam volt az EU táskám a, a, szükséges életmentő felszerelésekkel, és nem egy olyan alkalom volt, ugye tudjuk, hogy utórengések voltak, ezeket mi a saját bőrünkön tapasztaltuk. Peti volt, hogy annyira belemfeledkezett a mentés, vagy nem vette észre. Nem vettem észre az utórengést. Nem vettem nem. észre, hogy mozog a nem. Úgy, hogy így járt és én kiabáltam, hogy gyere már ki. Mondom, hogy mi van? Mondom, hogy figyelj, mert ott van fölöttünk nyolc emelet, a utórengés van gyereki. És akkor úgy spuriztak kifelé. Az épületekbe beengedtek benneteket? Ezek tudatában, hogy több föl, utórengés is volt ott a területen? Hát a, ezt a tűzoltó specialista kollégák döntötték el, hogy ebbe még be tudunk menni, ebbe már csak a kutya tud bemenni, vagy ezt semmiképpen még megközelíteni sem célszerű. Megy a modi. Ugye Norvi említetted, hogy Peti ment elől a mogyival. Elkezdett ugatni, mogyi jelzi, hogy itt van valami utána, hogy történt a munkálat. Tudja, ott már ott voltak a helyi, a, a török katasztrófa illetve munkagépkezelők, mindenki. Ha megérkeztünk kutyával, nem sok kutya volt kint, ezért vadázták a kutyásokat, hogy ide jöjjünk már oda, azt is nézzük még meg. Oda mentünk, ha volt a kutyának jelzése, akkor mi ezt megjelöltük nekik, hogy ott nem mindig volt egyértelmű a jelzés, a másik kutyával is lekontrolláltuk, hogyha már biztos volt a, a szituáció, hogy akár élő, vagy holt van a törmelék alatt, vagy a fal mögött, akkor megjelöltük nekik, hogy ott óvatosan, és egyébként merről bontsanak. És akkor a többi munkát már ők végezték, és mi mentünk a következő helyszínre. Ugye, ameddig kim voltatok, próbáltuk tartani a kapcsolatot, csak nagyon nehéz volt, hiszen egyrészt nektek más dolgotok volt, másrészt pedig azért a netomobil hálózat, hát az azért nem úgy történt, ahogyan rendes állapotokban ugye ez működne. De azért mégiscsak egy-két információ átjött. És volt egy olyan aspektusa az ott léteteknek, ami engem itt kecskeméten azért egy kicsit meghatott. Még hozzá azt is kérlek, Peti Norbi mesétek, hogy ez hogyan történt, hogy ugye az ott lakók, akiknek a házuk összedőlt, tudták, hogy, hogy valahol ott van valaki, szerettük, hozzátartozójuk, és szóltak, hogy gyertek, gyertek, mentsétek, és nem tudtátok. Nem tudtatok egyszerűen utána menni, mert nagyon mélyen lehetett. Hogyan reagáltak ekkor az ott lakók, a törökök? Mondhatok. Ilyen fegyelmezett ö, ö, reakciókat én még életemben nem láttam, hogy Norvíz, tehát még több mint húsz éve foglalkozunk mentéssel, rengeteg tragédiát, borzasztó kárhelyen, illetve baleset helyszínén voltunk már. Ha közlünk egy halálhírt, vagy nem tudunk rajta segíteni, ö, vannak különböző gyászreakciók, tehát ö, nagyon borzasztó, nem is szeretek erről beszélni. Ők viszont tehát közöltük velük, megköszönték a segítséget, még ha nem is tudtunk fizikálisan segítséget tenni, majd közölték a család többi tagjával, és olyan, olyan bátran vették tudomásul, tehát tisztában voltak a helyzettel. Valószínűleg, két, hogy ennek a hithez nagyon sok köze lehet, hogy így a. Két aggálni. eset jut nekem eszembe. Az első emlékszel, amikor föl kellett mennünk ott magasra, a, ott el, egy nyolc emeletes ház dőlt össze, olyan két emelet, három emeletnyire összeroskat magába, és a teteje felől próbáltunk behatolni. Ott ugye meglátták a kutyát, ahogy Peti mondta, szólt egy, egy úr, és fölmentünk az ő kérésére, megmutatta, hogy körülbelül hol lehet, az ott tényleg egy hajszál tartotta azt az épületet, úgy képzeld el, hogy mint egy rombusz az egyik sarkára állt. Tehát eldőlt egy irányba, a, a itt volt a födém része, itt az oldalai, itt a, a alap, és ebbe az irányba, erre a sarkára eldőlt, és ott az egyik belső lakás volt. És mondták, hogy nem tapasztaltak életjelet, de szeretnék, hogyha megpróbálnánk, és a, a, mi is józan észre, illetve a tűzoltonk is azt mondta, hogy oda nem, oda nem. És nem volt belőle harag, megértette, ez volt az első. A második, ami a számomra legmegrázóbb eset volt, az pedig már Éfél magasságába indultunk hazafelé, vissza a találkozási pontra, ahonnan a hadsereg szállított minket haza, amikor egy olyan helyszín mellett mentünk el, amit már délelőtt megnéztünk, és jeleztek a kutyák, hogy ott van élő. És mondták, hogy folyamatosan kommunikáltak velük, de nincs már órák óta kapcsolat, az édesapa volt a, a kint, és a négy éves forma kislány, és az édesanyja bent. És mi, ahogy a Peti mondta, mi nem vettünk részt effektíve a bontási munkálatokban de ez egy olyan, ugye jártunk is már ott, és látszott az a tehetetlenség, hogy éjfél van, és már senki nem fog neki segíteni, hogy ott lepakoltunk, és elkezdtünk segíteni. Hoztak kéziszerszámokat, de a, a munka nagy részét azt szinte a két kezünkkel csináltunk. Odáig jutottunk, hogy az egyik válaszfalon tudtunk egy 15-20 centis rést vágni, vésni, ahol be tudtunk dugni egy telefont. És a telefon képeit az orvosokkal együtt elemezve állapítottuk meg, hogy ők nem élnek már. Tehát még a, amikor elkezdődtek, a munkálatok még kommunikáltak, nem? És akkor ez volt a kérése, a, itt a hitet említetted az előbb, az ő vallásuk szerint minden halottat el kell temetni, mindegy, hogy, hogy az egész vagy nem. És ezt kérték, hogy, hogy eb, ezt tegyük lehetővé, hogy segítsük kibontani és kiemelni a, a holtesteket. A, ez volt a, annak a napnak az árása, az ő kiemelésük. Neked, Peti, mi volt a legmegrázóbb ebben a négy napban? nekem a legmegrázóbb, én is körülbelül ezeket tudnám elmondani, hogy mi is egy romra fölmentünk, ahol egy úr kérte, hogy nézzük már meg, az édesanyja bent van az épületbe meg is mutatta, hogy körülbelül hol, és ugyanígy a statikusunk azt mondta, hogy, vagy a tűzoltó kollégánk azt mondta, hogy oda még a kutyát se. És közöltük vele, hogy sajnáljuk, de nem megértette, érti, hogy nem szabad rizikózni, majd lementünk a romról, nekem akkor pihenőidőm volt a kutyával, hogy megitassam, többiek addig más feladaton dolgoztak, és én is akkor látta meg, hogy az egész család pedig Slégan szembe velem ül és lejött az úriember a romról, oda ment az egész családhoz, testvére, az édesanyja testvérei ott voltak, meg kisgyerekek, és ugye közölte velek, hogy mutatott a kutyára, hogy megnéztük, nem tudunk bemenni, nagyon veszélyes, és elpityerettek, de azt is ilyen rendezetten, és elkezdtek sétálni az utcából kifele, mert már itt nem volt mit tenniük, és oda jöttek megköszönni, hogy nagyon köszönik a segítséget. Ez volt a legmegrázóbb, hogy, hogy nekem volt rossz érzés, hogy nem tudtam fizikálisan se, én se, a is, a tűzoltó kollégák rajta segíteni, és mégis megköszönték ezt is, hogy hogy ott voltunk egyáltalán. Illetve ami még ott, ott, ott még volt egy határeset, hogy majdnem nem magam, az már a hazaúton volt a repülővel. Ugye a Sziárdeszek, akik fogadtak minket a, a török légitársaságnál, ők ezt szabadidéig csinálják szabadságon a mentőcsapatokat szállítják ki a pilóták is, a Sziárdeszek is. És amikor mi mentünk elő a kutyákkal, és mutatjuk a jegyünket, hogy hova üljünk le, ők zokog, elkezdtek zokogni, megsimogatni a kutyákat, és úgy magyarázták el a, hogy az üléssort, hogy hova kell ülnünk, hogy végig zokogtak. Meg a, ugye, hogy megtapsoltak a gépen minket, tehát mi nem ezért csináltuk, de jól esett egyébként azért ez nem csak lelkileg volt megterhelő, mondtad Norbi, hogy sokszor a kezetekkel dolgoztatok, tehát fizikailag is, viszont hozzá kell tenni, hogy még pihenni sem nagyon tudtatok, mert ha jól tudom, akkor ott azért erős minuszokban aludtatok, vagy próbáltatok megaludni éjszaka. Nem tudtunk és nem is akartunk. A, ugye ebben a ilyen katasztrofa helyzetben az a gond, hogy az ellátásra szorulók, és az ellátók száma között iszonyatos aránytalanság van, és az idővel harcolunk. Tehát én, de mindannyian így voltunk, hogy nem tudtunk volna nyugodtan feküdni, miközben tudjuk, hogy mások a romok alá vannak szorulva. Úgyhogy amikor a, a, igazából ezek tudatos a, a vezetőink azt mondták, hogy most pihenő, mert nyilván ki fogtok borulni. És akkor pihentünk két, én mondtam a reptéren is neked, hogy ha összeszámolom, 6-7 óra hosszánál többet nem aludtunk összesen. Összesen. A, Tehát a négy nap alatt. A négy nap alatt, igen. Tehát ilyen ilyen, ilyen ájút alvások voltak. A mínusz kilenc fokban, a, amikor ugye sapkába, kabátba beöltözve a, a sátorba, hálózsákkal nyilván, de közben folyamatosan járt az agyunk, nem, nem volt pihentető. Olyan érdekes volt, hogy a a, nyilván nem nyári táborozáson voltunk, de hogy fölébredtünk reggel a sátrakból, mindenki úgy mászott ki, hogy nyújtózkodott egyet, de már pattant ki a szeme, és tudtuk, hogy tetrekésznek kell lennünk, vártuk az autót, és mentünk a következőre. Peti, 2019-ben alakult meg a hírös Rescue Team, hogyha jól tudom, akkor már 13 ember életét sikerült megmenteni azzal, hogy ti ott voltatok a helyszínen, és megtaláltátok az eltűnt szemét. Most ugye, most még inkább rólatok szólnak a híradások, sőt, most már azért eléggé kemény tapasztalatot is szereztetek ilyen jellegű katasztrófa kapcsán is. Hogyan tovább most? Hát igen... Akik még nem ismertek, akkor meg elmondjuk, hogy mi ugye itt tevékenykedünk Bács vármegyében, és eltűnt személyek felkutatásával foglalkozunk, idős demensek, szuicid szándékkal elinduló emberek, de túrázóktól kezdve a kisgyermekekig mindenfél éve foglalkozunk. Ugye a legnagyobb megyénkről beszélünk, nagy területet kell bejárnunk, erre voltunk alapjában véve berendezkedve. De mindig is ez ilyen kis dédelgetett állom volt, csináltuk, gyakoroltunk rá, direkt úgy van összeválogatva a csapat, hogy ahogy mondtuk, hogy mindenféle rendvédelmi szervekből a legjobbak, akik ezt bírják, ezt a terhelést, ezt a, akár a mozgást, illetve az erdőben mozgást. És most ebből a földrengésből tanulva, ugye azt mondtam, hogy 35 ország közel 140 ezer kutatómentője volt ott, Rengeteg, rengeteget tanultunk a kollégáktól, akik esetleg rutinosabbak, vagy már régebb óta csinálják, milyen eszközöket használnak, milyen tematikával dolgoznak, és most. Frissébe még, amíg meleg a dolog, próbálunk összeállítani, egy olyat, hogy egyébként megy a sima hétköznapi mentéseink, amikor az idős demens nénik, bácsik eltűnnek, és a rendőrsége, a polgárőrsége együtt keressük őket területen, meg drónokkal. És próbálunk egy olyan bázist kialakítani, illetve felszerelést összeállítani, hogyha ne adj Isten, akár itt a szomszédos ország, akár messzebb is történik egy hasonló katasztrófa, akkor mi csak megfogjuk azt a ládát, és tudunk menni abban a pillanatban. Ehhez ugye rengeteg technikai eszköz kell, meg így, tehát egy Norvis mondta, sátrak, a hosszabbító agregátor, endoszkópos kamerák, amivel a romok közé tudunk, és szeretnénk egy ilyen bázist összeállítani, amiben ezek az eszközök megtaláltak. Ne kelljen soha használni, mi is úgy vagyunk ezzel, hogy maximum gyakorlatozásra, de ha ilyen történik, az első telefonhívásra ezt fogjuk és tudunk indulni. Hát egy biztos nagyon büszkék vagyunk, és én bízom abban, hogy ezeket a szörnyűségeket valahogyan fel tudjátok dolgozni, és a javatokra tudjátok fordítani. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok nekem ezeket a történeteket. Köszönöm a meghívást. Köszönjük.